a 12 növényegészével. A Fővárosi Nagy Cirkusz Társulata nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket ezen a nagyon különleges mai estén. Egy ünnepi gálaműsorra invitáltuk be Önöket. Jövőt építeni a múlt tisztelete nélkül nem lehetséges. Akkor, amikor egy új cirkuszművészeti központról álmodunk, akkor nem szabad megfeledkeznünk azokról az artistákról, akik az elmúlt 50 évben, az elmúlt 70 évben a világban Magyarországnak nevet szereztek. Ez a mai előadás egy különleges gála, szóljon azoknak az embereknek, akiknek a munkájára építhetünk, akiknek a munkája alapján tervezhetjük és megálmodhatjuk az új központunkat. Kérem, engedjék meg, hogy az est házigazdájának, szakszervezetünk elnökének átadjam a mikrofont. Köszönöm, jó estét kívánok, Ötös Tibor vagyok. Engedjék meg, hogy néhány szóval köszöntsem Önöket. Hölgyeim és Uraim, kedves közönség, igen tisztelt kollégák, kedves barátaim! Ma mindannyian egy rendhagyó előadáson vehetünk részt. A mai előadás az Artista Művészek Szakszervezetének elnöksége által szervezett jótékony célú előadás, melynek teljes bevételével az idős, nagyra becsült nyugdíjas cirkuszművészeinket hallgatóinkat, kollégáinkat, szakszervezeti tagjainkat szeretnénk majd a szeretet ünnepe előtt decemberben megajándékozni. Így e nemes hagyományt az Önök segítségével továbbra is meg tudjuk valósítani. A mai előadás megvalósítását meg szeretném köszönni a Magyar Cirkusz és Varieté igazgatójának, és aki a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója is, Fekete Péter úrnak, hogy támogatta e nemes hagyományt, és így a műsor bemutatásra terül. Nagy tisztelettel szeretném megköszönni a Fővárosi Nagy Cirkuszban fellépő művészeknek, a Fővárosi Nagy Cirkusz dolgozóinak, műszaki személyzetének, hang- és fénytechnikusoknak, a podon munkásoknak, a zenekarnak, zenekar minden tagjának, hogy csodálatos hangulatot teremtenek, és önzetlenül térítés nélkül vesznek részt a mai előadáson. Támogatják az idős kollégákat! Köszönöm még Marosi Szóninak is, aki az előadás tudatosításában segített. Örömmel sokat dolgoztunk azért, hogy ma ilyen nagy számban jöjjünk össze, és Önök legyenek itt. Mint mindent az ember nem tud egyedül megoldani, hál' Istennek a szervezésben, jegyek értékesítésében voltak, akik önzetlenül segítettek nekünk. Köszönöm a segítséget a Baptista Szeretetszolgálatnak, Barincz Dezső úrnak, a Rendőr Múzeum vezetőjének, Zsaka Béla, Alezredes úrnak. Továbbá köszönöm a Művészeti Dolgozók Szakszervezetének és elnökének, Gimesi László úrnak, aki mindig támogatja az artista szakszervezetet és tagjainkat. Hölgyeim és Uraim! Az előttem lévő és a mi generációnk letettük az alapköveket. Az említett generációkról mind a mai napi külföldön, a nemzetközi cirkuszvilágban, a világ minden táján nagy tisztelettel, elismeréssel beszélnek, emlékeznek. Egy-egy kolléga személyisége mind a mai napig, még 60-70 év után is nagy tudatában él a szakmának. Kedves közönség, végül, de nem utolsó sorban engedjék meg, hogy köszöntsem mindannyiunk nevében tisztelt, idős művész kollégáinkat, akik el tudtak jönni, és ma munkatársainkat, akik szinte a világ minden táján hatalmas sikereket értek el, és öregbítették a magyar cirkuszművészet hírnevét. Kérlek benneteket, drága kollégáim, álljatok fel, és köszöntsük őket egy nagy tapsal!
uraim! Köszönöm, hogy itt lehettek önök között előadáshoz. Jó szórakozást kívánok! Köszönöm Fekete úrnak, és átadnám a szót. Elnök úr! Jövőt építeni a múlt tisztelete és megbecsülése nélkül nem lehet. Szóljon a következő taps, és az elismerésünk annak az embernek, aki úgy döntött, hogy 40 év szolgálat után a MACIVA, a Magyar Cirkuszművészet, a Fővárosi Nagycirkusz 40 évi szolgálata után pihenni tér. Reméljük, hogy vissza fog járni hozzánk, sokat itt lesz velünk. Hölgyeim és uraim, van szerencsém bejelenteni, hogy a cirkusz szolgálati érdemére ezüst fokozatát adományozzuk. Enkel Sándor részére! Sándor, gyere hozzánk, gyakran vissza! Hölgyeim és uraim, jó szórakozást kívánok Atlantis gyermekeihez! Én, ahol minden szürke volt. Minden szürke. Szürke az ég, és szürke a tenger. Szürke az állat, és szürke az ember. Szürke a gyermek, ki ha felnő, szürke férfi lesz, vagy szürke nő. Szürke volt az öröm, és szürke volt a gyász. És szürke, és szürke. És szürke volt a világ. Thank you.
Egy pici figyelmet kérek, mert mindjárt vége a szünet. Először is köszönjük szépen, hogy itt vannak, itt vagyok. Nekem Sanyi muszáj közelebb gyere, mert itt vagyok. Kérem, engedjék meg, hogy elmeséljek egy pici történetet. Csak egy icike pici. Egy pár, kapcsoljuk értékeket. Pár héttel ezelőtt az Odesszai Fesztiválon a zsűriben ültem. És a versenyzők között ott volt, ami Bilic Ákos gyerek. És a Bilic Ákosnak a sorsa, hogy tovább lép, nem lép tovább, hogy ott egy kieső rendszer van. Picit remegett a léc. Picit remegett a léc. És aztán azt tapasztaltam, hogy a zsűriben ülő emberek szép csöndben a szavazásnál a magyarnak mind-mind odatoltak egy-két pontot. És azon gondolkodtam, hogy én egy új igazgatóként, aki egy éve járja ezt a világot, már azért ismerem ezeket az embereket, de azon gondolkodtam, hogy ezek az egy-egy pontok, amit ennek a fiatal gyereknek odatoltak, az nem nekem szól. Az nektek, önöknek szól. Az, hogy a világban, a zsűriben a szakemberek a magyarnak adnak egy ponttal többet azért, mert ő magyar, azt önök, azt ti dolgoztátok ki. Tehát amikor a Bilic Ákos bronzérmet kap egy versenyen, abban a ti tudásotok, a ti kapcsolatotok, a ti munkátok legyen. Én erre kocintanék, erre emelném a poharamat. Köszönöm, hogy ez van nekünk. Köszönöm a Bilic Ákosok nevében, hogy van mire építeniük. És hát persze azért vagyunk itt, hogy úgy búcsúztassunk el valakit, aki elmegy közülünk, hogy mindig visszajárjon. Aki 40 évig lehúzta a cirkuszművészet szolgálatába, annak illik meghúzni a fülét, és illik azt mondani, hogy járjál, barátom, jó radi meccsekre, évezd a radit, évezd a boldogságot. Hölgyeim és uraim! Ezt annyira kocsítsuk!
tudnám megmondani, honnét indult el, mikor és meddig tart.